Mai stúdiónk vendége Dömötör Bicók Judit és Gyida Péter. Jó estét kívánok, szervusztok! Felhívom nézőink figyelmét, hogy esetleges kérdéseiket az adás ideje alatt a 380-794-es telefonszámon feltehetik. Kezdjük talán azzal, milyen gondolatok vezetnek odáig, amíg valaki egy rockoperát kezd el írni? Igazán ez nem akkor indult nálam az úgynevezett zeneszerzés, hanem 13-14 éves voltam, és akkor ennél 2-3 perces kisebb számokat, hát jóval egyszerűbb számokat próbáltam megírni, és hát végül is 1990-ben, amikor az első Hoplá Fesztivál volt itt Szent Gotthárdon, és a 8. Centrifuga nevű zenekarban játszottam, hát végül is, szóval nekünk az volt a búcsú koncertünk akkor, és ott a színpadon, szinte az egyik pillanatra a másikra jött egy ötlet, egy zenei dallam, amivel végül is hát elkezdődött egy munka, az Idegen című rock oratóriumnak a munkája, hát azért mondom így, mert végül is az első hangok ott indultak. Ez tehát véletlenszerűen alakult ki, biztos talán a belsőmbe volt valahol addig elrejtve maga ez a tulajdonság, szóval itt indult. Igazából nem lehet pontos választ adni erre. De egy rock oratórium és egy opera között azért lényeges különbség van. Igen, mind a stílusból adódóan, mert mindegyiknek mások a kötöttségei. Másrészt meg akkor, amikor a rock oratóriumot írtam, akkor 18 éves voltam. Eleve nagyobb szabású műbe még nem is mertem valahogy belegondolni, legalábbis így, ahogy visszaemlékszem rá. Az Terra Hungáriánál viszont azért már 24 éves kort betöltöttem, tehát 6 év eltelt a két mű megírása között. Úgy éreztem, hogy egy nagyobb zenei anyagra képes vagyok, legalábbis meg tudom csinálni. Jutka, úgy tudom, hogy te régebben nem dolgoztál ilyen területen. Mégis hogy gondoltad azt, hogy egy operának a szövegkönyvét nekiállsz és megírod? Hát valóban nem dolgoztam ilyen területen. Ez az ötlet nem én tőlem származik, hanem a Pétertől. Én csak, hát először úgy átgondoltam az egészet. Amikor fölmerült ez a téma egyáltalán, akkor arra készültünk, hogy a Mille Centenáriumot a fiatal könnyűzenei stúdióval, fiatalokból álló könnyűzenei stúdióval valamilyen emlékműsor kapcsán mi is megünnepeljük. Valahogy kötelességnek éreztük ezt, mert ez egy olyan nagy esemény volt. És hát azt már elmeséltük több helyen is, hogy hogyan alakultak a dolgok. Miután a Péternek eszébe jutott, hogy megírja a zenei részét, és hogy én írom a szöveget, akkor kezdődött minden. Én megpróbáltam végig gondolni, hogy valóban hogyan csinálnám. És amikor ugye elkezdődtek ezek a gondolatok, akkor éreztem magamba annyi erőt, hogy végig tudjam csinálni. Egy régebbi beszélgetésünk során kiderült, hogy ti nem is igazán rockoperába gondolkodtatok először, csak egy bizonyos idő után vettétek észre, hogy végül is egy operát csináltok. Hogy alakult ez akkor pontosan? Hát igen, úgy volt, hogy kezdetben anyagokat gyűjtöttünk, lemezekről, verses kötetekből, amik kifejezik a magyarság történetét, de aztán a 20. századra vonatkozóan nem találtunk olyan anyagot, ami illett volna a mi elképzelésünkbe, és így merült föl ez az ötlet, hogy saját magatok megírunk valamit magunk. Rengeteg munkával járhatott a színpadra állítás. Milyen hangulatban zajlottak a próbák? Hát azt kell mondanom róla, hogy nagyon közvetlenek voltak a próbák, és ez előfeltétele is maga egy közvetlen munkakapcsolat annak, hogy egy ilyen nagyobb terjedelmű művet létre lehessen hozni, tehát a színpadra lehessen állítani. De maga a kötetlenség mellett viszont ténylegesen nagyon sok energiát kívánt meg mindenkitől, akik ott jelen voltak a színházban minden vasárnap. Lendvai Ferenc karnagy úr, a zeneiskola tanára
irányításával zajlottak végül is a próbák, de ugyanúgy hozzájárultak jó ötletekkel, bizonyos dinamikai ötletek és egyéb hasonló ötletekkel mások, tehát zenészek, vagy épp azok, akik a próbán ültek, tehát mindenkinek a véleményét meghallgattuk. Tehát így egy közös tím alakult ki végül is. Hány ember munkának az eredménye lett végül is ez a mű? Hát közel 50. Közel 50. A zenekar 22 főt számlált, és akkor még ugye ott voltak a szólisták, nem is tudom. 26 pontosan. Fő volt. 26 fő volt a szólisták. Igen. Száma. Tehát így közel 50, és akkor még akik segítettek Igen. bennünket. És ebből a sorból nem lehet kihagyni Herceg Katalint, Igen. aki nagyon aktívan, nagyon látványosan hozzájárult a sikerhez azzal, hogy a korabeli koronákat elkészítette. Az nagyon komoly munka volt, mutató munka is, meg kézügyességet igénylő türelemjáték. Hogy megy a próba, legalábbis egy-egy korábbi felvétele a városi televíziónak. Itt éppen a harmadik tételt gyakoroltuk, vagyis harmadik jelenetet, a lekmezei vereséget. Elég nehéz része a műnek, úgyhogy ez egy nagyon, hát úgy mondhatnám, feszült próba is volt. Nagyon oda kellett figyelni a kórusnak, tehát az énekeseknek és a fúvósoknak, mert elég nehéz a fúvószólam elég nehéz volt. És pontosan kellett játszaniuk, hát meg ott volt a basszusgitár és a dob, tehát ami a lekmezei veresség zenei anyagába végül is a stabil alapot hozza, ami nagyon fontos a szempontból, hogy a többi hangszer pontosan tudjon játszani. Végül is komoly zenészek, könnyű zenészek játszanak együtt ebbe a darabba. Nem volt esetleg közöttük valami kisebb nézeteltérés a zenei megoldások tekintetében? Nem, én azt mondanám, hogy nem. Sőt, sokszor egymást segítették, mind a komoly zenészek és a könnyű zenészek. Egymás felé nagyon jó ötleteket adtak, amit már mondtam is. És azt hiszem, hogy végül is nem is voltunk igazából ismeretlenek egymásnak, mert korábban már, azt meg előző 5 évvel ezelőtt az Idegen Rock Oratóriummal dolgoztunk, és ahhoz már az ott jelenlévő zenészek nagy része már azért ismerte egymást. Azt szerettem volna kérdezni közel, de már kicsit belekezdtél, hogy mégis honnan sikerült összeszedni ezeket az embereket, akik közreműködtek, akár szólistaként, akár zenészként? Hát a magot az Idegen című Rock Oratóriumnak a stábja adta. Aztán a Péter által ismert zenészek voltak azok, akiket felkértünk erre a feladatra. De hát, ha már a színpadra állítással kapcsolatban kérdeztél, akkor azért meg kell említeni nem csak azt, hogy a szereplők milyen aktívan és milyen örömteli hangulatban jöttek mindig a próbára, hanem azért megelőzte ezt egy olyan munka is, ami nem volt annyira látványos, de a háttérben ott kellett lenni. Mert hát arra gondolok, hogy a díszletek megtervezése, a jelmezek megtervezése, akkor hát a Péternek a hangszerelési munka az egy éves folyamat eredménye. Úgyhogy ami látható, az mögött egy év munkája, egy év kemény munkája van. Sajnos arra nincs időnk, hogy részletesen kielemezzük a Terra Hungáriát, de kérem, nézzünk meg egy rövid részletet belőle. Thank you.
Nos, ha jól tudom, ez nem a te szöveged, hanem ez egy 15. századbeli krónikaíró verse. Hogyan találtál erre részletre? Igen, így van. Nagyon sok történelemkönyvet, meg lexikont olvastam végig ahhoz, hogy össze tudjam gyűjteni hitelesen a jelenetek anyagait, és közben találtam rá erre egy krónikaírónak, a Szent László, a László király szenté avatásáról szóló kis részt előzte meg ez a kis patinás szöveg, és nagyon megtetszett. Van más eredeti szöveg is, vagy a között többi az, mint tőled származik? Hát az eleje az egy kicsit az énekek éneke, de azt azért szerettem volna hagyni, mert hát az úgy gondolom egy kicsit a hangulatában vissza kellett nyúlni ahhoz a kezdethez, és ezért. De egyébként az én szövegem. Röviden, hogyan tudnátok összefoglalni az opera mondani valóját? Hát a mondani valót a finálé fejezi ki igazán. Ott van, ott szólal meg összefoglalva az egyes jelenetek sűrített mondani valója. Azt szerettem volna kifejezni, összegyűjteni, hogy mi az az emberi érték, ami nem pénzzel megvehető, hanem bennünk kell, hogy valahogy gyökerezzen. Igen, ez végül is benne van a záróképben, hogyha jól emlékszem. Péter, te hogyan fogalmaznád meg? Szeretet, erény, tudás és szerénység. Augusztusban bemutattátok az operát a Sitkei Rock Fesztiválon is. Hogyan sikerült eljutni odáig? Kapcsolat révén, ugyanis aki az előadásunknak a technikai hátterét rendezte, tehát a technikai vezetője volt a szerepléseknek, őt Pól Marcinak hívják. Nagyon megtetszett neki a darab, jó pár előadást csináltunk együtt, és ő javasolta a szombathelyi műsorszervező irodának, hogy főműsoridőben felmessünk a színpadra. Azt mondom, hogy nagyon, nagyon jó érzés volt, és még talán a mai napig is büszkék vagyunk rá, mert végül is Weber művei után mehettünk fel a színpadra. Jézus Krisztus elvitte, hogy ami korábbi években, főműsoridőben jelen lehettek Sitkén, és hát így végül is nagyon jó érzés volt, hogy épp a Terra Hungária, tehát a saját művünk jelenhet meg az éjszakában. Mondjuk egy kicsit megcsúszott a műsoridő, a Sitkei műsor, azt el kell mondanánk, majdnem 11:30 volt már, amikor színpadra jutottunk, hát bizonyos szervezési gondok voltak, kicsit megcsúsztak a műsorok. Fáradtak voltunk, de úgy érzem, nagyon jó előadást sikerült csinálnunk. Tetszett a közönségnek is. Ezt akartam, hogy hogyan fogadta a közönség. Igen, nagyon tetszett. Most közben említetted Weber műveit. Benne felmerült egy olyan kérdés, hogy mégis a legelső rockoperákat, legalábbis amiről nekünk is tudomásunk volt, ezek mind történelmi tárgyúak voltak. Hát Webernek a Jézus Krisztus, igen, és nálunk Szörényieknek pedig az István király, és végülis ti is ehhez ilyen témához nyúltatok. Szerintetek mi lehet ennek az oka? Hát ez egy kiapadhatatlan forrás a történelem, és mindig is szerintem meríthetünk a történelem nagyjaiból az emberi jellemek formálásában. Hát példaként állhat előttünk egy-egy nagy egyéniség. Milyen további terveitek vannak a Terra Hungáriával? Hát ez egy jó kérdés. 7 előadás sikerült eddig létrehozni nagy-nagy közös munkával, de ennek azért bizonyos anyagi háttereinek is kellett lennie, mert különben nem jöhetett volna létre egy előadás sem. Most végül is ezek a keretek, amikkel rendelkeztünk, ezek kifogytak. Tehát egy saját erőből már nagyon nehéz lenne ismét színpadra állítani. Igazából azt szeretnénk, hogy egy profi társulat, egy profi színház vegye át ezt a művet, és mutassa be, már csak azért is, mert amire egy amatőr stáb éppen az anyagi eszközeiből vagy bizonyos tudás hiányában nem képes, az idézőjeles ez a tudás hiánya, egy profi
csapat, egy színház viszont bizonyos részleteibe is bele tudna menni a műbe, és látványosabban tudna előadni. Gondolok itt koreográfiára, fénytechnikára, vagy pirotechnikára, ami azért jól jön egy előadás esetén. Úgy tudom, ebben az irányban voltak már próbálkozásaitok, és eredményről beszámolhattok már? Hát már a rendezést illetően gondolod, hát, vagy a technikai részét. Profi társaság átvenni. Hát voltak próbálkozások, kaptunk nagyon hasznos véleményeket, és most jelen pillanatban ott áll a dolog, hogy az Operett Színháznak a zenei igazgatója érdeklődött. Őhozzá küldtük föl az anyagot, szövegkönyvet, zenei anyagot, a CD felvételt. És hát most várjuk majd, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hát térjünk át most néhány mondat erejéig a muzikál színpadra, hiszen az operát is a muzikál színpad adta elő. Miért és hogyan alakult ez a muzikál színpad? Hát ez éppen azért alakult, hogy a rock operának legyen egy hivatalos előadói gárdája. Hát hogy tudjuk azt mondani, hogy előadta a muzikál színpad szereplő gárdája. Ez egy évvel ezelőtt történt, 96. október 5-én, és hát azóta folyamatosan működünk. A feladatunk zöme az volt, hogy a Terra Hungáriát több helyen előadtuk, és azon kívül egy május 30-án volt a gyermekműsor, azt hiszem. Azon kívül ez a gyermekműsor volt még a programunkban. Hány embert fog össze ez a muzikál színpad? 26-an vagyunk. Említetted, hogy gyermekműsort is előadtátok egyéb produkciókkal. Nagyon rövid volt az az időszak a megalakulásunk óta, és ugye nagyon sok időt és energiát elvitt a Terra Hungária. Úgyhogy igazából másra nagyon lehetőség nem volt. Most készülünk újabb műsorra, most, hogy így a Terra Hungária végülis, hát úgy mondom, hogy lefutott, hogy végülis nem az van a programon, főképp. Talán szabad mondanom, december 7-én Most élsz címmel Máté Péter számaiból készítettünk egy válogatást, most mennek a próbák a színházban. 13 számot fogunk átnyújtani a közönségnek, 13 év telt el a halála óta. Úgy érzem, hogy mind hangzásvilágában, mind pedig mondani valójában mind nagyon jó műsor sikeredett, legalábbis remélem ezt majd a közönség is így fogja érezni, ha bejön és megnézi. Mekkora zenekarral dolgoztok ezen a Máté Péter este? Hát ugye eleve egy kisebb főt kell, hogy számláljon, mint egy-egy opera. Heten vagyunk, és ott vannak a musical színpad énekesei, szólistái, akik segítenek, meg hát akik előadják ezeket a számokat. Most a muzikál színpad anyagi támogatást kap-e valahonnan? Az önkormányzat által juttatott anyagi támogatásból voltunk eddig, és a jövő évi munkatervünkhöz szeretnénk szintén az önkormányzat segítségét kérni, annak a megvalósításához. Mert hát nagyon komoly munkát jelent mind a zenei vezető részéről, aki egy személyben csinál egy-egy programot. Tehát ő az egész zenei anyagot, hát most eddig a Péter volt. A jövő évi programban úgy szerepel, hogy megosztva csinálják ezeket a feladatokat azok, akik magukra vállalták. Például Lendvai Ferenc. De ez nagyon komoly munkát igényel a műsor összeállítójától, hogy olyan színvonalon tudja a zenei részét megvalósítani. A szólistákról azért nem beszélek ilyen szinten, mert egy-egy számot megtanulni sokkal könnyebb, mint az egész műsor anyagát zeneileg biztosítani. Úgy tudom, a közelmúltban téged választottak meg ismét a muzikál színpad elnökének. Mit akar pontosan ez a kifejezés? Mi a te feladatod ebbe a feladatkörbe? Hát egyrészt szervezési munkáim voltak, különböző kapcsolatok a műsorok megvalósítása iránt vagy érdekében.
Hát most pedig könyvelési feladatok jelentkeznek majd, mert adószámot váltottunk, úgyhogy teljesen hivatalos formában fog működni az egész dolog, úgyhogy a számviteli részét meg kell tervezni a színpad működésének például. Igaz, hogy a Jutka elmondta az előbb, hogy nagyjából, hogy mi a feladat a zenei vezetőnek, de te, mint aki eddig ezt csinálta, illetve a jövőben megosztva fogod csinálni, te hogyan fogalmaznál ezt meg? Hát végül is összetett feladat, mert egyrészt azért egy hangzásvilágot, tehát, tehát egyrészt jelenti a meghangszerelését a daloknak. Attól függően, hogy ugye kik adják elő, tehát hány fős a zenekar, azon kívül egyeztetni kell emberekkel a próba menetét. És hát ami még nagyon fontos feladat egy zenei vezető részéről, hogy bizony-bizony oda kell figyelni, tehát nem csak a műsor szempont, tehát nem csak a műsor szempontjából adódóan a zenei részre, hanem az emberi értékekre, tehát mint emberként kell tekinteni végül is mindenkire, mert egy ilyen programot létrehozni, egy műsort megcsinálni, azért nagyon-nagyon sok áldozattal jár, energiával is van, mikor elfáradunk. Olyankor sokkal türelmesebbnek kell lennünk egymáshoz. Utánpótlásba gondolkodtak-e? Foglalkozik-e a musical színpad azzal, hogy utánpótlás neveljen? Hát én nekem megfordult a fejemben, ilyesmi is. Egyrészt várjuk azokat, akik tehetséget éreznek magukban ahhoz, hogy kimerjenek állni a színpadra, és hát valami értéket közvetítsenek a közönség számára. Másrészt meg a szomszédomban nagyon aranyos, tehetséges gyerekek vannak, akikkel boldogan tudnék foglalkozni, ha időm engedni. De hát ez még olyan komoly szinten nem került szóba. Hát lehet, hogy titkot árulok el, de úgy tudom, hogy ismét nagy fába vágtátok a fejszéteket. Erről kicsit bővebben hallhatnánk-e valamit? Igen. Három hónapja. Körülbelül 3 hónapja elkezdtünk dolgozni. Ugye talán jól mondom, 3 hónap, ugye? Igen. Egy újabb rockoperán Mátyás király életéről fog szólni, Mátyás címmel. Születik majd meg, ha úgy adódik, tehát ha megszületik. Nagyon örülök maga a darabnak, mert Mátyás király jelleméből adódóan is egy fantasztikus személy volt, és nagyon jó, hogy éppen az ő személyét kell most majd megformálnunk, mint szövegkönyv, tehát szövegileg, mint pedig zenei hangzást illetően. És maga azért is fontos a darab, legalábbis nekem, mert végre gyerekszereplők lehetnek a színpadon. Mátyás király, mint 6 éves Mátyás jelenik meg először, és hát ugye egészen a haláláig megy a darab, jóval nagyobb szabású lesz a terveink szerint, mint a Terra Hungária hosszabb, és hát mindenképpen szabadtéri előadásra lesz majd szükség, mert eleve látványosabb lesz, és nagyobb színpadot kíván meg, mint a színháznak a kicsi kis színpad. Hol tartotok most a munkával? Hát most nem is tudom, a 6. jelenetnél tartunk, ott, amikor Cillei Ulrik elmegy Nándorfehérvárra, és ott áldozata lesz egy összeesküvésnek. A bemutatót mikorra tervezitek? Hát ugye ezt így azért kicsit durva lenne előrevetíteni. 2000. augusztus 20-án szabadtéren, a Várkertben. Ott lenne az ős bemutató. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. További sok sikereket kívánok a munkátokhoz. A kedves nézőknek köszönöm a figyelmüket, és stílszerűen szerintem búcsúzzunk el a Terra Hungáriából Mátyás király jelenetével. A viszontlátásra! Yeah.
jellegzetes és szerény. Legyen a szíved tárva, fogadd el, hogy az ember cseh, török, magyar vagy lengyel, a világ magad.